Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön 12 játékos fajta, amely a Warframe-ban a leggyakrabban előfordul. Azért vegyétek figyelembe, hogy a listában némi humor és irónia keveredik, de ha netán magadra ismernél, akkor hát most mit mondjak, mindannyian voltunk valahol egyszer, igaz? Na, első ilyen játékos, akit észrevehetünk a Warframe-ben, ugye a kezdők, de ennek is kettő ágazata van. Van, amelyik tanulni akar, és figyel is arra a játékra, és próbál, és utána néz. Van, aki meg csak hű bele neki a fejjel a falnak, aztán lőjünk, zúzzunk mindenkit. Akkor a következő játékos, az a Grind Hero, már csak így fogom hívni, Grind Hero, akik a leggazdagabbak, mindenből van nekik egy csomó, és nem akarnak adni neked belőle semmit sem. És ja, mindig van mit eladniuk, beleadniuk a Clan Dojo-ba, és valahogy úgy tűnik, hogy soha nem fogynak ki a nyers anyagokból. Aztán van a következő, a gyűjtő, akinek megvan minden mod, minden skin, minden warframe, minden fegyver, minden kard, ismerünk ilyeneket. A következő ilyen kis szereplő a Kerimi Senpai, csak úgy fogom hívni. Azok a tipikus játékosok, amiket bemész, na most megcsináljuk, persze, ott lesz, igen, nyomjuk, aztán bemegy a játékba és csak áll és így. Na, kész vagy már a Spy Mission? Nem, mert most már kimennék, mert... ja, és te mit csináltál eddig? Jó, hát én a teámat ittam és neteztem. Jó, kurva anyád. Értem. Ők a Kerimi Senpai. Játékosok. Aztán vannak a matematikusok. A matematikusokkal semmi baj nincs, mert olyan jó dolgokat tudnak felfedezni modolások terén. Tök jó, kiszámolják a dolgokat, és elmondják a probléma. Nem probléma, csak hát aztán, amikor elkezdik mondani neked, hogy ez ennyi százalékot ad, az annyi százalékot ad, az kettővel több lesz, nem, ez az mínusz egybe megy, és az így megy, és annyi energia, és annyi, hogy már az agyad lezsibbad az információtól. Nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy ott vannak a környezetünkben, de amikor elkezdik mondani, akkor csak kicsit hallgass már, mert élvezném a játékot számok nélkül is, egám. Nézd meg, épp most nézem magam az Orbiter tükrömbe, mert fashion frame-ezem, szóval kérlek, ne most hozd a számokat. Na jó, hát ők lennének a matematikusok, ugye már. Aztán vannak a Mastery Rank hírók, akik hát csak azért játszanak a játékkal, hogy meg lehet nekik a legmagasabb Mastery Rank konkrétan. Aztán őbelük lesznek a gyűjtők, vagy őbelülük lesznek a közép Mastery Rangúak. Hát mire gondolok a közép Mastery Rangú alatt? Hát azok a játékosok, akik már valahol ott a 16-19 Mastery Rang között járnak, akik már azért benne vannak a játékban, van véleményük róla, mert valamilyen szinten tapasztaltak, de még a büdös életben nem láttak valódi endgame-et, de azért szeretik elmondani neked, hogy mit és hogyan kellene csinálni. Na most, ezek közül azért lehet sokszor egy magasabb Mastery Rang, mondjuk ami a 19 fölött van. A probléma, hogy hát talán ők a legidegesítő játékos fajta. De nem baj, mert türelemmel állunk hozzájuk, mint egy kisgyerekhez, hogy mondja csak nyugodtan, majd felnősz, na hát ez van. Következő kategóriával találkozunk. A supportok. Azért szeretem supportoknak, mert ők azok a fajta játékosok, akik ott vannak érted a csapatban és csinálják önzetlenül. Továbbá onnan veszed észre őket, hogy ha valami hiányzik a csapatból, valamelyik Warframe, nem baj, ők akkor is megoldják, hogy az működjön. Mindig ott lesz melletted, mindig találni fogsz egy bless, mindig találni fogsz egy hógömböt, mindig találni fogsz egy shieldet, valamit, mindig ott lesz. Ezek a support játékosok az egyik legjobb játékosok, ott vannak, érted, és nem tudsz rájuk haragudni, mert hogy mindig segítenek, és valahogy mindig azt a Warframe-et hozzák, amelyre épp akkor ott
tökéletesen szükséged van. Pont akkor érkezik meg, hogy kihúzza a segged a bajból, amikor tökéletesen szükséged van rá. Ők a support játékosok, és ha van ilyen a csapatodban, akkor big respect, mert ők az egyik legjobbak. Természetesen nem feledkezünk meg a speedrunnerekről, mert hogy beszponoltál a pályára, feladat már kész van. Ja, mit is kellett csinálni? De nem, mindig van egy ilyen. Olyan szinten gyorsak, hogy így az ember, mire kettőt pislog, lelőttél három enemit, a gyerek már megcsinálta neked a feladatot, és így. De még lehet, hogy lootolnék valamit, vagy rákeresnék arra a szerencsétlen cephalon fragmentre, vagy valami. Nope, motherfucker, I'm out, come on out. 5 percnél többet nem bír már ki a missionbe. Szóval, természetesen nem hagyhatjuk ki a fashion framereket sem. Ők azok, akik az igazi endgame-et játsszák ebben a játékban, szóval nem lehet rájuk haragudni. A true endgame igazi tapasztalt játékosai a fashion framerek. Aztán a következő játékosfajta, amit láttunk, a még 5 percet. Ezek azok a játékosok, akik még 5 percet szeretnének bennmaradni, és amikor lejár az 5 perc, akkor azt mondják, hogy még 5 percet szeretnék bennmaradni, és amire észbe kapsz egy szerverről játékon, már benn vagy 200 perce, és így, what the fuck is happening here? Na, úgy gondolom, hogy a még 5 percet játékosok azok, akik potenciálisan a legtöbbször érik el a valódi endgame-et a Warframe-ben. És ők lehetnek a legnagyobb segítséged abban, hogy eljuss odáig az endgame-ben, mivel hogy az egyik legjobban felszereltek, mert ők úgy készülnek mindig, hogy még 5 percet megyünk, mert hogy még 5 percet szeretném kiteszteni, hogy kibír-e 5 perccel többet az a bizonyos build. Na és utolsó, de nem legvégső, vagy nem utolsó sorban lévő, ott vannak a veteránok. Na most azért ők több ágazatra oszlanak a Warframe-en belül. Vannak azok a veteránok, ugye, akik rohadtul ott vannak az eleje óta a játéknak, de ettől függetlenül lehetnek amatőrök. Tehát ott voltak, kihúzták magukat, Master Rank 25 lettek, vagy bármi, de nem feltétlenül tudnak sokat a játékról. Van az a veterán, amelyik panaszkodik, fajtan panaszkodik, így változott a játék, ez egy kalapszor, megint egy szart kaptak, ismerünk, mi nagyon ismerünk ilyeneket, de így szeretjük őket, ők látják a játéknak a sötét oldalát is, és néha kell a yin-yang, tudjátok, hogy balanszban lássuk azt a játékot, amivel játszunk. Aztán ott vannak a pro veterán játékosok, és annyit lehet róluk elmondani, hogy megeshet, hogy ezen az összes stádiumon végigmentek, amiket itt felsoroltam. Szóval Warframe-ben úgy gondolom, hogy az egy veterán, akinek megvolt mindegyik stádium, amit itt felsoroltam. Na srácok, ennyi lett volna a videó. Remélem élveztétek, egy ilyen kis, nem is tudom mi, szatíra ránk játékosokra, akik a Warframe-mel játszunk. Mindannyian valamelyik vagyunk, vagy az összes, vagy attól függ, milyen napunk van, mert hogyha éppen a hó vége van, akkor lehet, hogy egy nap az összes vagyunk, szóval ja, de így állnánk, Warframe, 12 leggyakrabban előfordult játékosai. Köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a Discord szerverünk, bárki számára elérhető, lehet nyugodtan csatlakozni, kérdéseket várom itt, vagy Facebookon, kinek hol tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!